Björk kritikus hangvételű műve egyrészt azzal foglalkozik, hogy miként használjuk ki, és használjuk föl, és élünk vissza azokkal a természetben ingyen jelenlévő javakkal, mint például a napenergia, ami gyakorlatilag élteti és működteti a természetet, és azzal, hogy mit tud kezdeni társadalmunk ezzel a gondolattal, hogy valami ingyen a rendelkezésünkre áll. Ugyanis az ő kiinduló pontjuk az, hogy bármiféle változáshoz, társadalmi, politikai szintű változáshoz az ökológiai válság kapcsán arra lenne szükség, vagy ennek az lenne az előfeltétele, hogy megváltoztassuk azt a szókészletet, amit használunk, ugyanis ez a szókészlet nagyon erősen gazdasági fogalmakon alapul, és például az érték fogalma ilyen értelemben így, hogy gyakorlatilag nem fordítható le pénzben kifejezhető számokra, így gyakorlatilag értéktelennek van titulálva, és az ő művük monitorozza és méri azt, hogy egy négyzetméter búza termesztéséhez egyrészt milyen anyagok, milyen források, milyen energiákra van szükség, és ez, ami pénzben is kifejezhető, és ez milyen hozamot vagy bevételt generálna. Ilyen értelemben gyakorlatilag érzékelhetővé és átélhetővé teszi a számok által azt, hogy milyen ellentmondások vannak abban a viszonyban, ami az embert a természethez, a naphoz, a napenergiához fűzi.